A magyar vizslát választották a pécsi gyerekek a Different Breed the Same Love elnevezésű projektben. Az eTwinning programjának célja a nyelvi készségfejlesztésen túl az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy akárcsak a kutyafajták közötti különbözőség, az emberek közötti különbözőség is érték. A projektben 15 tanulócsoport vett részt Európa számos pontjáról. A pécsi gyerekek bemutató órán számoltak be a tanultakról. Máltáról, Litvániából, Szlovákiából, Ukrajnából, Törökországból érkeztek, illetve van egy magyar partnerünk is, ők a pulit választották ki, mint magyar fajtát. A legtöbb projekt részvevő egyébként törekedett arra, hogy saját kutyafajtát mutasson be, tehát saját hagyományos kutyafajtát, ugye mi esetünkben a vizslát, illetve az ő esetükben a pulit. És hát nagyon nagy érdeklődéssel készültek a gyerekek erre az órára, hiszen ez egy betetőzése lesz a programnak. Tótné Farkas Andrea a Let's Have Fun and Learn English Through Games ötletét támogatva az eTwinning keretein belül lehetőséget kapott továbbá egy prágai projektírói szemináriumon való részvételre. Ő az egyike azon három tanárnak, akik képviselhetik hazánkat ezen a neves szakmai konferencián.